visszakérem, útban vagyunk Olaszországban, 2012. augusztusa van, augusztus 18, ugye? Igen. Igen. Itt van benne az RP és Ildikó a barátnője. Nos, hát közeledünk Itáliához is, másodpercek múlva ott vagyunk. Kérem, látod azt a sebességmérő táblát? Ez van félúton pont. Na hát, benvenuti in Italia. Oj, de szép. Que bello. Felmegyek ki, hogy én szoktam mondani, hogy a legszebb hegyeket mindig csak útközben lehet fölvenni. És mindjárt Arvizióban vagyunk. Már a füge a 163-as helyen. No, Dark de Bernardo, jövünk. Szenjük át itt. Nos, hát csendélet Latiszána felé. Még szerencsé, hogy mi épp az ellenkező irányba tartunk a tengerpartra. Aztán van 14 kilométeres siestai kocsisor. Nem baj, mindjárt itt a tengerpart. Közeledünk végre a szökőkút felé. A magyar nő minket vezetett, a férj olasz, és övé az a franc. Nem, nem emlékszem rá, hogy eltévedtem mond, de attól de még lehet igaz. Itt sikerült a városháza mögött parkolnunk. Arra megyünk tovább a tengerpart felé. Még néhány lépés a tengerpart arra felé. Mindjárt itt a tengerpart. Thank you.
Na akkor ismételjünk. Árpi, mire felállítod a napozó sátradat, lemegy a nap. Dehogy nem. Unterhalten, unterhalten, Rignano egy csendélet éjszaka. Romantika és tangó Rignano. Egy reggel, és közben már fort a kávé. Egyéb dolog sincs. Tölteni hozzá egy kis finom tejet. Jó sokat. Mondjuk egy. Egy utcáska, ahol parkoltunk Rignanóba, érdemes megnézni a környezetet. Szép kis villa, pálmafák, kérem az olasz hadsereg harci repülő szerkezetet itt a Lignanói strand fölött augusztus 19-én. Csináljunk egy kis tájképet, azt mondjátok, mi látni itt? Mit lehet látni itt a strandon? Hát igen, problémák Erakleába, perzselő hőség, és idő előtt érkeztünk, annak meg az Istennek nem akar lemenni. Ez így nagyon jó. A hangulat Kft. Gondoskodik a hangulatról. Gondoskodik a hangulatról. Ja, hangulatról. Azaz. Na, ugye mondtam, hogy lesz itt fény. Tábortűz Erakleában. Ugye láthatjuk is, hogy miről van szó. A
ami melegséget hoz a szívünkbe, sült krumplit és szúnyog távoltartást. Lido de Spinán vagyunk, és Árpi barátunk sebei tápolja, mint mit tudom én, hanyadik Béla, aki trónus miatt halt meg Esztergomítóban. Hát sok itt az olajfa, de ami azt illeti, legalább 40 fokban bor és szárasság minden mennyiségben, és megyünk mindjárt a tengerpartra. Jaj! Kerülni kell ahhoz a felvételeket. Jaj! Ravennában vagyunk ismét, itt a arra valamerre. Múzeó Lóta Old Orico. Meggyőződhetünk a ravennai közlekedési szisztémáról. Ismét Ravennában vagyunk. Felé haladunk, és a Perugia felé vezető út közelében vagyunk. Elhagyjuk Ravennát. Váltás harmadikba. Harmadikba. Na, Perugia felé tartunk. Perugia és utána Róma. Nap után, minden nap délután. Eljött a dédapám. Trepontiba vagyunk, és itt van az Augustusid, ami 2000 éves. Egy kis rátekintés, hátha látszik belőle valami. Vagy hátha nem. Nordinál vagyunk, az Augustusid tetején állok egész pontosan. Hát kérem, ez több mint 100 méter magas szerintem. Ez sajnos a kényszersátor helyünk Sacrofanónál, mivel hogy az előzőt fölégették, ahol júniusban voltam. Nagyjából ott sátraztunk kétszer is, júniusban. De azért érdemes a táját nézni, mert nagyon szép. Tartunk Róma felé, és üldözőbe vettük a hévet. Mindjárt talán látszik is. Na, a
alika nem lényegében utolértem a hévet. Róma következik. Flaminio felé tartunk. Itt egy hónappal ezelőtt mekkora dugók voltak? Homokkősziklák itt barlangok Róma bejáratánál. Nos, itt a tangenzionál, a terelőút. Eze, ha jobbra megyünk, akkor Szent István ház. Via Aurelia felé. Na és Fiumicino irányába. Na ez az az irány, a gödör, ahova nem szabad elmenni. Mindjárt érkezünk. Camping Flaminios. Egy kis kilátás, Camping Flaminios vezető útról. Megyünk, itt fogunk kajálni. A kedvenc facsoportom homokkősziklákon. Onnét fog jönni a hév, ha jönni fog. Kedvenc kabócám szólal. Összeesés előtt becsicsültünk egy pár percet. A Szent Péter téren vagyunk. Itt pedig a római pápa rezidenciája. Némi Sekőfiktor. Kiskocsák itt bent úszkálnak, és isszák azt a piszkos kis finom vizet. Vagy sirályok ezek. Sziget a Tiberiszen. Az ókori Tiberisz híd maradványai. Íme Fortuna temploma. Hát igen, egyszer én is ott szentáldozhatnék.
föláldozhatnám például ellenségeimet. Marcus Aurelius fogasztod. Egy kis körbetekintés Kapitólium csücskéről. És hát arra a császári diadalívek felé. És rövidesen a Colosseum is jön majd. Fórumra már. És ha minden igaz, ez a Titus diadalíve. Diadalíve lenne. Ott jöttem le azon a lépcsőn, és most nézem a Forum Románumot. Háttérben a Palatinus domb, és ez itt pedig a római szenátus épülete. Személyesen Tiberius Gaius Julius Caesar. Végül is ezt nem tudom milyen építményit van a Colosseum mellett, és embertelenül magas és nagy. És ókori, az biztos.
megyünk a Via Appián. Tudod, ez a Circus Maximus, és itt feltárások folynak. Haladunk a Circus Maximus mellett. Hát nem tudom, mit szeretnek rajta ennyire. Mehet, 1, 2, 3. Ez az. Na, erről ennyit. Hát igen, elég sok a tömeg. Róma város, város fele. Hallunk a metróbótóbuszon. De nem könnyű. Hát haladunk a Villaborghésén. Kioladás a Villaborghésén. Tudom, én már csak tudom. És leszállás. Közben leszállunk a buszról, és távolodunk a megfelelő irányba, valószínűleg a Flaminia végállomáshoz. Na, ezzel a hétvel jöttünk. Rómából, a Due Pontból. Reggeli teendők a 21-es szálláshelyen. A 7 órás kényszer ébresztő után. Ugyanis olyan erősen süt a nap, hogy már az ember nem tud mit csinálni. A beton tömböket idéglenesen elpaterolták, ezért tudtunk bejönni. Hogy Várom Ildikó. Csobra nézted, látod? Két várom is van. Igen, elég érdekes, mindig váracskák vannak itt útközben. Hazafelé tartunk Narni irányába. Ortikóli madártávlatból. 2010-ben itt szakadt el az égszíja, amikor a lányokkal jöttem. Tehát nem minden emlék szép. Nézzük a csodálatos panorámát.
és haladunk Lignanóba visszafelé. Kilátás a Narmt övező tájra. Szóval függészünk itt Narniba. Narni, ahol volt. Képet. Hát te képest legyünk itt. Kérem a képet. Nézzük csak, hogy mit néztünk. Búcsú Narnitól. Kilátás egy kicsit tódira, nem tódunk hozzá a lódításhoz, ez tényleg az. Perugia felé közelítünk. Sor Santa Donna de Piave felé, visszafelé tartunk Lignanónak. Hát mi tagadás, fürdőztem éjszaka az Adriával, és nagyon-nagyon jó volt a víz most. Augusztus 22-én itt Lignanóban. 2012. augusztus 23. Hát ez milyen tengerpart, kérem, amikor az ember bebújik az árnyékba. Kellene. Inkább csak a balcomra is
egy kis éjszakai hangulat. Arra fogunk menni, körülnézni, hogy van-e valami kis horgászterület. Éjszakai hangulat a horgásztégnél nyálóban. Gorizia, grazie ragazzi. Dal secondo album, nel 91, album il brano si intitola Ain't Got the Key. Ez az a mediterrá helyecske itt Pinétán, ahol szoktam szerezni a kis mandula fenyő magoncokat. De most az erős aszály miatt sajnos nem nagyon vannak. Illetve vannak magoncok, de hát azok 2 évesek, azt már nem lehet kiszedni. Az aszály miatt meg 1 évesek nincsenek. Amúgy ez egy szép mediterrán táj. Bozót, Makkaba. Felé tartunk, irány Ausztria.